Jó estét kívánok, ez az Aktuális. A soron következő Békéscsabai Irodalmi Estek díszvendége Bajer Zsolt, újságíró, publicista, műsorvezető volt. Rezeda Kázmér utazásai című kötetéből olvastak fel részleteket a rendezvényen a Városháza dísztermében. A kötetről, irodalom szeretetéről beszélgetünk a mai műsorban. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. Én köszönöm, jó estét. Ugye kezdjük a névválasztással, így médiász lesz. Ugye Rezeda Kázmér személyét illetően annyit elmondhatunk, hogy ő eredetileg Kródi Gyula által megírt karakterfigura. Miért pont Rezeda Kázmér, és miért pont Kródi Gyulától? Kródi Gyula kamaszkorom óta az egyik legnagyobb irodalmi szerelmem. És ugye a Szimbád, amit talán a legjobban szeretek és újra olvasok, de Rezeda Kázmér alakja, ugye Rezeda Kázmér Szép élete, az egyik legkedvesebb művem Króditól. Ez a Rezeda Kázmér egy kicsit olyan megfoghatatlan, olyan szellemszerű figura innen a 19.-20. század fordulójából, a boldog békeidőkből. És Kródi ennek a világnak valami olyan utolérhetetlen, csodálatos krónikása, nyilván ez ejtett engem rabul, meg nyilván a kort is nagyon szeretem, és Rezeda Kázmér figurájába bújtam bele. De ez már gimnazista koromban is így volt, és aztán, amikor elkezdődött ennek a novellás kötetnek a története, akkor valahogy szinte azonnal az volt a választás, hogy Rezeda Kázmér lesz. Ugyanis az egész történet úgy kezdődött, hogy így a Magyar Nemzetbe 6 vagy 7 éve kezdtem írni ezeket a tárca novellákat, és azt beszéltük meg a főszerkesztő úrral, hogy nem fogom aláírni. Tehát ez egy olyan tárca novella sorozat lesz, ami nem lesz ott a szerző. Csak ennyi lesz, hogy Rezeda Kázmér utazásai. Aztán még Facebook csoport is alakult évek elteltével, hogy vajon ki írja a Rezeda Kázmérokat. Kicsit haragudtam is, mert Fehér Béla barátom kapta a legtöbb szavazatot, én csak a második lettem. És egyébként ez jó egy írónak egyébként, hogy más név mögé bújva ad elő, írja meg a alkotását? Nekem azért volt ez fontos, mert ugye a politikai szerepvállalásom miatt, hogyha én saját nevemen írok szép irodalmat, az azonnal ugyanúgy egy megosztó dologgá válik. Akik szeretnek, azok azt fogják mondani, bármit írok szép irodalomból, még hogyha szörnyű is, hogy hú, ez zseniális. Akik meg gyűlölnek, azok akkor is azt fogják mondani, hogy szörnyű, hogyha egyébként Nobel-díjas. Úgyhogy gondoltam, hogyha nincs ott a szerző, akkor csak maga a mű lesz érdekes. És ez szerintem ebből ez be is jött, ez jó. Tehát a visszajelzések ezt igazolták, hogy akkor ez alapján így jól döntött. Ugye az írásban azért azt is megemlítette, hogy Rezeda Kázmér lelkének jelentős része rokokó lélek volt. Ez a rokokó lélek mit jelent, és miért jelentős, hogy ilyen lelke van ennek a figurának? Ugye a rokokó, mint stílus irányzat, akár a képzőművészetben, akár az irodalomban egy ilyen nagyon, nagyon míves, nagyon finom, nagyon díszített, ilyen az apróságokba, részletekbe belemenő stílus irányzat. És hát azt gondolom, hogy Rezeda Kázmér, meg maga Kródi is egy kicsit ilyen rokokós. És amikor az ember ennek a figurának a bőrébe bújik, és elkezd ilyen tárca novellákat írni, ami ráadásul azon túl, hogy két dolgot határoztam el. Az egyik az, hogy nem írom alá, a másik pedig, hogy ugye itt nagyon sok étterem, meg vendéglátóhelyről szólnak ezek a történetek, és azt is elhatároztam, hogy rosszat nem írok senkiről. Ha valami rossz helyen vagyok, és nem tetszik, vagy rossz a kaja, akkor inkább nem írok róla. Ez legyen csak pozitív. Úgyhogy ennyiben is rokokó, hogy nincs benne semmi rossz, csupa szép és jó. Ugye maga Rezeda Kázmér, maradjunk a főhősnél, ha nevezhetem így ennél a figuránál. A leírásban versekkel, színekkel, és most puskázok megint, a Vulkán Fieber bőröndel vágott neki útjának.
Ő mit szeretne adni az embereknek? Nem véletlenül, amit ön is felolvasott, versekkel, színekkel. A vulkánfiber bőrönd az már nyilván csak egy ilyen irodalmi plusz. Versek, színek, hangulatok. Én azt hiszem, hogy mi most egy olyan korban élünk, amikor az irodalom maga, csak úgy, mint a kultúra, jelentős részben haldoklik. Én ezt így szoktam olvasni, hogy különösen a fiatalabb generációk majd ilyen 10-15 másodperces TikTok videókat képesek befogadni, mondjuk egy Thomas Mann Varázshegynek már kevésbé ülnek neki. Én pedig, és nem pusztán azért, mert eredeti foglalkozásom szerint magyar történelem szakos tanár vagyok, hanem amúgy is meggyőződésem, hogy ha az irodalmat veszni hagyjuk, ha a kulturális tradíciókat veszni hagyjuk, hogyha a világirodalmi és a magyar irodalmi örökséget veszni hagyjuk, és nem leszünk képesek áthagyományozni az utánunk jövő generációkra, akkor nagyjából vége is van mindennek. Akkor mi értelme van az életnek? Tehát Rezed a Kázmér, ha valamiért ezt írja, akkor azért írja, és azért is van ezekben a novellákban rengeteg visszautalás versekre, költőkre, irodalmi alakokra, novella részletekre, mert valahogy át kell tudni vinni a túlsó partra az irodalmat. Hogyha ez nem fog menni, akkor vége van. Ugye a kötet illusztrációja mellett sem mehetünk el, hiszen ez pedig az a legkisebbik fia. A középső? Elnézést. Bayer Márton készítette. És ez az első közös munkájuk, ha jól tudom. Ez az apa-fia kapcsolat egyébként mennyire volt esetleg kihívás, vagy mennyire segítette ezt a közös munkát? És illetve lesz-e következő folytatás? Ugye ez egy... Kezdjük akkor a végén, biztos, hogy lesz. Mert annyira jól sikerült, legalábbis nekem olyan megelégedésemre szolgált a fiam munkája, és annyira eltalálta az én hangulatomat ezekkel az illusztrációkkal, hogy nyilván a következő kötetet is rá fogom bízni. Ez nagyon fura dolog, mert a fiam tervező grafikusnak tanul. Az egész családban mennyire vissza tudunk menni, ugye a 18. illetve a 19. század végéig ember nincs, aki pálcika emberkéken kívül bármit tudott volna rajzolni. A gyerek meg ezzel a tehetséggel van megáldva. És hát én akkor gondoltam egy merészet, akkor ő már egyetemre járt, hogy megkérdezem tőle, hogy lenne kedve. És akkor rögtön igent mondott, hozott egy-két vázlatot, hogy ő hogy gondolja, és azt mondtam, hogy jó, akkor csináljuk. És nagyon nagy büszkeség. Tehát egy apának szerintem annál jobb érzés, mint hogy a fiával együtt dolgozhat, és ez most ebből a szempontból teljesen mindegy, hogy irodalom vagy ácsmesterség, hogyha fiaddal együtt tudsz dolgozni, a gyerekeddel együtt tudsz dolgozni, akkor már megérte. Ugye egy korábban másik platformra adott interjújában elmondta, hogy az egyik szenvedélye az irodalom. Akár olvasóként nézi, akár pedig irodalmárként tekinti azt. Honnan jön ez a szenvedély az irodalom felé? Hát gondolom, itt most meg az én apámról kell beszélni, meg az én... Az én szüleimről. Én azért végül is én egy 5000 kötetes könyvtárban nőttem föl. Úgyhogy én vagyok a hivatalos vagy papírforma szerint a családban az egyetlen értelmiségi, már hogyha az értelmiséget azt diplomához kötjük. Édesapám nem lehetett diplomás, mert hogy hát ugye rossz családba született, Kulák Lista, meg amúgy is váb volt, és az 50-es években nem segítette a felvételt, úgyhogy ő bármennyire is szeretett volna egyetemre menni, neki ez nem adatott, meg én voltam az első, de ettől függetlenül apám az egész életében értelmiségiként élt, és többek között a könyvgyűjtés és az irodalom szeretete, és biztos vagyok benne, hogy a kezdő lökést, az indítatás, ez otthonról van. Hát
13-14 éves voltam, amikor apám először, mondjuk az Utas és Holdvilágot szerbantaltól a kezembe, adta, hogy na fiam, akkor először voltam szerelmes, én ezt olvastam, hát ha neked is tetszik. Azóta fél évenként elolvasom. De Krúdit is ő adta a kezembe. Sorolhatnám. Tehát nyilván hogy az első lépcsőfok az ez. És aztán nekem ráadásul gimnáziumban volt egy egészen csodálatos magyar tanárom, Cine Erzsébet, Cine Mihály irodalomtörténész lánya, akinek ráadásul mi voltunk az első osztály, ő akkor jött ki az egyetemről. És hát az egészen fantasztikus volt, amit tőle kaptunk. És elsősorban magyar irodalomból, és ezen belül is főleg a népi írók. Tehát ő nyilván ő is otthonról hozta ezt az indítatást az édesapja miatt, de az, hogy mi a 70-es évek végén, 80-as évek legelején Sütő Andrást olvashattunk, mert ő ezt behozta, nem volt a anyag, ugye mondanom sem kell, azt, hogy Nagy Lászlóval ismerkedtünk, azt, hogy Németh László tanulmányokat kaptunk a kezünkbe. Ez megint csak egy olyan indítatás, ami egy egész életre szólt. Korábban beszélgettem egy népművésszel, aki úgy fogalmazott a folklórról, mint egészről, hogy ez egy varázslatos sziget. A nehéz időszakban az irodalom mit jelent egy irodalmárnak, egy írónak? Menekülést. Igen, varázslatos sziget. Akkor legyen az irodalom az a béke szigete, ahova mindig el lehet vitorlázni a hétköznapok, meg a politika, meg a nehézségek, meg a mindenféle barbárság elől. És hogyha ez nincs, akkor nincsen semmi. Akkor megbolondulás van, durvaság van, illetve csak az van. Én nem tudok más fejével gondolkodni. De egész egyszerűen én nem tudom elképzelni az életet úgy, hogy mondjuk egy héten egyszer az ember nem veszi le a polcról a Varázshegyet, ha már ezt emlegettem. És nem olvas el belőle egy-két részletet. Vagy mondjuk nem veszel le egy József Attila kötetet egy este lefekvés előtt, vagy egy Adit, vagy most sorolha, vagy egy Kródi Gyulát. Olyan lelki béke, ez egy olyan békességes kikötő ebben az egyre durvább és borzalmasabb világban, ami nélkül szerintem csak a megbolondulás marad. Többször említette meg, kiemelte, hogy Kródi Gyula szerelmese és nagy tisztelője. Mit tudhatunk egyébként, minek köszönhető ez a nagy tisztelet? Ez valószínűleg ezek megmagyarázhatatlan dolgok, hogy kinek mi talál be. Hát valószínűleg ez egy valami fajta lelki rokonság. Hát nyilvánvaló, hogy amikor én először olvastam Krúdit ilyen kamaszkölyökként, még csak nem is adekvát, hogy a 70-es évek Magyarországán egy 14-15 éves kamasz gyerek, az pont Krúdiba szeressen bele. De valahogy, nem tudom, úgy álltak a csillagok, én is éppen szerelmes voltam, ez az egész Szimbád világ, ez az állandó menekülés, a nőkhöz való csodálatos viszony, a mindennapokban a legapróbb pici örömöknek az óriásivá nagyítása. Aztán valószínűleg nagyon sokat segített Huszárik Zoltán csodálatos filmje, ugye Sára Sándor volt az operatőre a Szimbádnak, ami egy világra szóló remek mű, azt is ilyen szintén apám mondta, hogy ezt szerinte nézzük meg együtt, egy életre szóló élmény volt. És aztán, amikor az ember kamaszként, ugye a legfogékonyabb korszakában így elkezdi magát beleásni egy alkotónak az életművébe, akkor ez megint ugyanazt tudom mondani, mint mondjuk a gimis magyar tanáromról. Ez egy életre szóló indítatás. És mivel az ember akkor a legfogékonyabb, amit akkor elraktározol magadba, amit akkor fölfedezel, attól biztos, hogy egy életen keresztül nem tudsz szabadulni. Rezed a Kázmér utazása folytatódik-e? Milyen tervek előtt állunk, tudhatunk? Igen, ez ugye tavaly jelent meg a kötet, de a Magyar Nemzetben a sorozat azóta minden második héten meg kell írni. Ez ráadásul ez azért is jó, mert egy ilyen, mivel kötelező penzum,
és nincs menekvés, mert ahogy szokták mondani, a profi múzsája a határidő. Nekem ezt minden második héten meg kell írnom. Már most gyakorlatilag egy háromnegyed kötetre való olyan novella kész van, meg megjelent a újságban, ami a első kötetben nincs benne, úgyhogy szerintem jövő karácsonyra nagyjából meg is lesz a folytatás. Köszönöm szépen, hogy a vendégünk volt. Én köszönöm. Ez volt az aktuális. Köszönöm figyelmüket, legközelebb is tartsanak velünk. Viszontlátásra!